az ATV Klasszikban, akiket mindig szívesen néztünk. Tévés személyiségek Rónai Egon húzós műsorából. Jó estét kívánok! Egy kolléganő azt mondta az imént, hogy nem mondd meg neki, de nekem ez a fickó, ez hiányzik a képernyőn. Hát neki nem mondom meg, elmondom önöknek. Batiz András, műsorvezető, kormányszóvivő, kommunikációs tanácsadó, 36 éves, felesége Debre Krisztina, gyermekeik Iván és Léda. A Vitrai osztályban végzett a Színművészeti Egyetem televízió rendező és műsorvezető szakán. Évfolyamtársaival alapítója a Fókusz című műsornak. Az első Gyurcsány kormány szóvivője volt, azóta saját cégét vezeti. Mottója: látni a fejlődést a másikon, nincs annál jobb érzés. Hát nem tudom, hogy mennyire mottod, de a saját honlapodon ez a mottó. Hát munka szempontból feltétlenül fontos, hogy avval kapcsolatban, amit csinálunk, az tulajdonképpen az, hogy segítünk embereknek fejlődni kommunikációs szempontból. És hogyha azt látod valakin, hogy az egyik pillanatban még zárkózott, feszült, nehezen tud megnyílni egy kommunikációs helyzetben, és aztán mondjuk egy kétnapos kurzus végére pedig felszabadultan tud kommunikálni a másik emberrel, az tényleg jó érzés. Erre majd még visszatérünk egy kicsit, de hát ez sok mindenre igaz lehet, tehát a gyerekeiddel kapcsolatban is igaz lehet, hogy ugye rólad az a hír járta, hogy te nagyon apa vagy, tehát vannak a kicsit apák, az olyan ezt jó foglalkozik, hallani. És te nagyon apa, tehát hogy pátyolgatós vagy. Legalábbis nagyon igyekszem, igen. És akkor ez a mondat, ez akár érthető erre is. Én őszintén szóval, amikor láttam ezt a mondatot, erre gondoltam először, aztán rájöttem, hogy miről szól igazából. Azt valószínűleg a családi honlapra írnám ki, hogyha lenne ilyen, de kétségkívül igazad van, hogy hát a gyerekeknek a fejlődését látni, mint hogy mind a ketten két gyermekes apák vagyunk, ezért szerintem ezt ugyanúgy gondoljuk. Hát az aztán tényleg a legfantasztikusabb. Amikor egyik nap még ezt, másik nap pedig már azt. Amikor kérdeznek. Amikor a Léda lányom még csak másfél éves, de próbálkozik a szavakkal. És amikor sikerül egy szót kimondani. Pláne, hogyha az, hogy apa. Hát az nagyon jó. Az bizony. Szerintem még te is emlékszel. Hát nekem fáj is egy kicsikét, hogy ez most hirtelen hogy elmúlik, mert majd rájössz, hogy ez elmúlik, az enyémek már egyre nagyobbak. Gyerek. Ez így van, ez lehet, hogy egy megoldás. Viszont az, hogy te pátyolgatós apa vagy, az azt is jelenti, hogy úgy az első pillanatok kezdve, tehát a pelusozástól, az altatásig, a fürdetéstől, tehát hogy megpróbáltam mindenben részt venni? Talán az a jó szó, hogy mindenféleképpen az életük része szerettem volna és szeretnék lenni. Ebben néha van pátyolgatás. Mikor beteg egy kisgyerek, akkor pátyolgatásra szorul természetesen. Amikor megszületett Iván, a fiam, akkor még kormányszóvivő voltam. És ott volt egy 8 hónapos időszak, amikor valami keveset volt alkalmam vele és velük lenni. És bár ugye nagyon sokan megkérdezték, hát nagyon persze, és bár megkérdőjelezték akkor, de a távozásommal kapcsolatos döntésem egyik legfontosabb, hanem a legfontosabbak az volt, hogy az nem volt jó érzés, hogyha a gyerek a telefont hívta apának. Az nem jó. Jobban szerettem volna ott lenni. Jó, de akkor még a gyerek senkit nem hívott apának 8 hónapos korában. De utána később hozzá kellett szoknia, hogy otthon vagyok, és ez jobb érzés. Jó, hát akkor most benne vagyunk a javában, kormányszóvivői korszak. Egy kicsit csapogani fogunk előre, elmondom, nem kell feltétlenül kronológiai sorrendben mennünk a beszélgetésben, sőt, nem is szándékoztam. Az kudarc volt a kormányszóvivői időszak számodra? A kormányszóvivői időszak életem egyik legizgalmasabb időszaka volt, életem egyik legizgalmasabb 2,5 éve volt, amit a kormányban töltöttem, és mély meggyőződésem, hogy ma nem csinálhatnám azt, amit csinálok, hogyha akkor nem foglalkoztam volna ezzel egyrészt. Másrészt fantasztikusan sok mindent tanultam, és fantasztikusan sok mindent tapasztaltam. És a világnak a nyugatibb részén azt szokták mondani, hogyha az ember kommunikációs szakértő akar lenni, vagy nevezzük bárminek is, tehát a kommunikációval hivatásszerűen foglalkozó ember, és nincs kormányzati kommunikációs tapasztalata, hát köszönjük szépen. Tehát mindenféle értelemben egy jó döntés volt a kormányszóvivőség. De te nem akartál kommunikációs szakember lenni azon a módon, hogy tanácsadóként vagy tréninget tartva kommunikációs szakember hát az ember, te kommunikálni akartál lenni. Igen, és mert hogy akkor ez egy jó ötletnek tűnt, és bármennyit is gondolkodtam rajta előtte, akkor is jó ötletnek tűnt, és bárkit kérdeztem, hogy beszéljenek le róla, akikkel beszéltem, azok mind inkább rábeszéltek. Nem, senki. 10 emberrel beszéltem körülbelül előtte, 10 számomra fontos emberrel. Mi volt a vonzó benne? Hát mert utólag másképp látod nyilván, amikor ez a felkérés jött, ez hogy jött ez a felkérés? Felhívott telefonon a miniszterelnök. Előtte ez azért jól hangzik. Előtte, jó, persze.
Felhívott azzal, hogy sokat gondolkodtam, András, hogy... Nem, természetesen nem. Felhívott telefonon, és azt mondta, gondolkodtam rajta, hogy te legyél a szóvivőm, de úgy döntöttem, hogy mégsem, ez túl mély víz lenne. Ezzel hívott fel. Tehát magyarul azzal, hogy volt benne ilyen szándék, de mégsem. Ezzel felé jó, persze, vártam ezt a hívást. Vártam ezt a hívást. De ez, mondtam, ez elő volt valahogyan készítve, hogy Gyurcsány Ferencről beszélünk. Igen, egy valakivel beszéltem előtte, aki feltette nekem ezt a kérdést, hogy vállalnám-e a kormányzatból Szigetvári Viktorral, akit ismertem. Ő volt az egyetlen, akit ismertem. Ti nagyjából kortársak is vagy. Sokkal fiatalabb nálam, sajnos. Sokkal. Évekkel. És a Viktor megkérdezte, és én gondolkodtam rajta, és utána azt mondtam neki, hogy igen, hogyha a miniszterelnök úgy látja, akkor én ezt a feladatot el fogom vállalni. Felhívott, hogy gondolkodtam, de mégsem. Aztán azt mondtam, hogy ha, hát nyilván az a kérdés, hogy kiket akarsz és hogyan elérni. Tegeződtünk, mert korábban egy esküvőn találkoztunk egyszer, tehát ennyi volt az ismeretségünk, telefonban is. És visszahívott egy fél óra múlva, hogy mégis úgy döntöttem, hogy te is kormányszóvivő leszel. Ennyi. És akkor te is úgy döntöttél, hogy kormányszóvivő leszel. Ez megtörtént, ha jól emlékszem. Kedden, szerdán bejelentették, hogy mi vagyunk mondani, a kormányszóvivők. Annál gusztusan a világ, mint a politika világa. Talán a média, de nem biztos, fejfej mellett halad a kettő. Te, ha összeveted a kettőt, akkor melyik győz? Nézzek, ezen a kettőn kívül túl sok minden más világhoz nem volt eddig szerencsém, de én azt gondolom, hogy majdnem minden szakmára el lehet mondani, bizonyos oknál fogva, hogy... Nyilván mindenki elmondja, hogy mennyi baj van vele, persze. Én azt hiszem, hogy rá kellett jönnöm az alatt a két év alatt, hogy a politika nem nekem való. Sokok miatt. Nem szerettem meg a politikát, sőt, kifejezetten úgy teljes egészében van egyfajta ellenszenv bennem a politikával kapcsolatban, és sok oldalról el tudom mondani, hogy miért. Ugyanakkor mielőtt ezt elmondom, azt is hozzá kell tennem, hogy azt is megtanultam, hogy ahhoz, hogy egy politikusnak egy jó ötlete legyen, az nagyon egyszerű. Ahhoz, hogy abból a jó ötletből legyen egy valódi intézkedés, ami egy szűkebb vagy tágabb embercsoport érdekét szolgálja, az borzalmas nehéz. Tehát amíg egy ötletet végigegyeztet, végig dolgoz, végig tárgyal, végig veszekedik, végig kompromisszum keres, hát az elképesztő. Tehát, hogy azért ez egy komoly teljesítmény bizonyos helyzetekben, politikusnak lenni. Ugyanakkor tudok mondani neked egy példát, hogy mi a bajom a politikával. Nem mondj. Sokat, de egyet elmondok, hogyha belefér. Régen történt, úgyhogy szerintem jó, hogyha ezt mondom. 2006-os kampány. Ez most már 5 éve volt. Volt egy központi témája a kampánynak, sok más mellett, a gázár kérdése. Nem lesz gázár emelés. Szerintem nem, sokan 2002. emlékeznek a 2002-esből, de és ez 2006-ban visszajött. 2006. Az volt 2006-ban az egyik állítás, hogy ennyivel és ennyivel emelte a kormány a gázárát 4 év alatt. Igen. És akkor volt egy nagy szám. Viszonylag nagy szám. Azért mondom, hogy ez visszajött, mert és akkor azt mondta, a kormány, megnéztük minden oldalról, nem lehetett találni olyan pontot, ahol a kormány tényleg annyival emelte volna, és akkor el is mondta ez az oldal, hogy de hát nem emeltük annyival. És ezen vitatkoztak. És az igazi probléma az volt, hogy miért nem emelte sokkal többel. És ez a politikának az egyik legnagyobb problémája, hogy nagyon sokszor nem arról van. Ugye érted, hogy miről van szó, talán a nézőkedvére annyit, hogy... Igen, ez az igazmondás nehézsége. Nem, ez a problémák mert fel kéne vetni a tételének őszintén nehézsége. Fel kéne vetni a problémát, hogy lehessen igazat beszélni, de még a probléma felvetés sem őszinte, addig borzasztó nehéz és kimondatni politikusokkal a valóságot. És éppen ezért úgy kellett éreznem, hogy bár akár még arról is volt szó, hogy esetleg politikusi ambícióim is lehettek volna, tehát hívtak, úgy éreztem sok mások miatt, hogy nem. És ez csak egy. És nagyon nehezen tudnám egyik nap azt mondani... Te a hajóról szálltál le? Távolról sem. Én azt hiszem, hogy az, már ami akkor látni lehetett, a nehéz időszakon túl voltunk, ugye a 2006-os ősz az egy igen-igen nehéz időszak volt, és én december végével jöttem el, akkor úgy tűnt, hogy egy kicsit már lecsillapodtak a kedélyek. És te úgy érezted, hogy őszöd a túlélhető? Hogy még egyszer... Az őszödi beszéd az túlélhető? Azt te akkor úgy érezted? Abban a pillanatban, amikor megtörténik valami, és te benne vagy, vagy valamilyen módon része vagy, akkor valami kevés lehetőséged van arra, hogy azt mondod, hát ez túlélhető, nem élhető, túl... El kell kezdeni dolgozni, és meg kell próbálni megoldani a feladatot. Azt mondta a kolléganőm, hogy hiányzol neki a képernyőről, de ez egy érdekes dolog, mert... Hát igen, csak ő tudja, hogy ki vagy, és tudja, hogy jössz ide. Ez egy helyzeti előny. Mennyire maradhattál meg az emberek fejében, mondjuk azokból az évekből, amíg Ádám képernyőn szerepelt, ezt te hogy érzed? Ha akarom szerencsés, ha akarom szerencsétlen helyzet, hogy amikor a kereskedelmi televíziók elindultak, és bár én akkor már televízióztam, hiszen kb. 2 évvel korábban már a Magyar TV-ben elkezdtem dolgozni, hát akkor iszonyatos igény volt mindenre, amit a kereskedelmi televízió mutatni tudott. És egy
űrben robbant bele a két nagykereskedelmi tévé. És a mi műsorunk az egyik nagykereskedelmi tévé lényegében zászlós hajója volt. És azt a két, pontosabban négy embert, aki azt a műsort vezette, azt villámgyorsan az egész ország megismerte. Nem volt választás, az így volt, és onnantól kezdve bárhova mentünk az utcán, minket megszólítottak, és kérdeztek, és válaszoltak, és kiabáltak, és integettek. Ezt csinálták az emberek. Ez nagyon érdekes, hogy persze, van akiben igen, van akiben nem, van aki megismer, van aki nem. Nagyon érdekes, hogy a múltkor egy, az anyosom még háza előtt áldogáltunk a kisfiammal, és jött egy 14 éves forma srác biciklivel. És megállt, és azt mondta, te a Batiz András vagy? Mondom, igen, én vagyok. És ne árulj már, hogy megkérdezem, te hány éves vagy? És azt mondja, 14. És gyorsan elkezdem számolni. Nem nagyon látott ő már téged, akkor sem még? Lehetett 7 évesnél több, amikor eljöttem a televízióból. Jó, utána volt még 2 év kormányszóvőként, amikor szerepeltem televíziós műsorokban, de hát gondolom egy 7-8 éves gyerek ritka, és valahogy mégis tudta. Hát aztán persze nyilván rengetegen vannak, akik meg nem tudják. Srácok, nehéz gyerekkora lehetett, hogyha a kormányszóvői tájékoztatókon nőtt fel. Én nem hiszem, hogy azt hiszem. Azért ebben megállapodhatunk. Nem tudom, hogy honnan tudta, azt mondta, van emlékképe. Halápi Zsadett kolléganőm szokás szerint kérdezte a járókelőket, hogy hogy emlékeznek rád, mindjárt kiderül. Fogalmam sincs neve, de a nevére emlékszem, de magára a jó emberre nem emlékszem egyáltalán. Nem tudom, nem ismerem. Igen, emlékszem, igen. Előző kormányban volt valamikor szóvivő, többet nem tudok róla. Nekem nem hiányzik, végül is nekem a politikusok nem nagyon hiányoznak, úgy általában se. Nem emlékszem rá. Igazából hidegen hagy a politika, úgyhogy nem én vagyok az önök embere. Én nagyon kellemes fiatal ember volt, és tulajdonképpen szerintem nagyon... jól csinálta azt, amit csinált. Szokatlanul a korábbiakhoz, mert könnyedebb, fiatalabb, de nekem speciál tetszett. Forgandó a világ ma már, úgyhogy változnak a figurák, és aztán ehhez vagy hozzászokik az ember, vagy nem, és én ma olyan korú vagyok, aki hozzászoktam ehhez. Én meg voltam vele elégedve, de én különösebben nem nagyon foglalkozok ilyenekkel, politikával. Igazából én nekem nincs tévém már 10 éve legalább, de azt tudom, hogy így, hiszem az RTL klubnál volt ő, meg utána, ja igen, ő kormányszóvő is volt szerintem, de nem tudom, hogy azóta mi történt vele. Na milyen fura ez, hogy te politikus abszolút. Vagy? Miért nem tettétek bele a kolléganődöt, olyan jó lett volna valaki, nekem ugye? Nagyon jelzik a képernyőt. Hát ez a normális, ez várható természetesen. De politikussá váltál az emberek fejében, hát azért, hogy a politikai hogy szerepet... Fel a kérdést persze a kolléganődöt. Emlékeznek-e Batiz Andrásra? És akkor ebből az lehet, hogy politikusokkal nem foglalkozom, meg a politikusra emlékszem, meg a kormányszóvivőre emlékszem. Tehát, hogy felülírta, annyira erős volt az a jelenléted, valószínűleg, hogy ezt felülírta. Meg a világ dicsőségének múlása is benne van. Isten őriz, hogy vitatkozok veled, meg talán ez nem is olyan nagyon fontos téma, de talán még egy-két éve is előfordult, hogy megkérdezték az utcán, hogy mi lesz este a fókuszban. Pedig akkor már aztán évek óta nem szerepeltem ott. Gondolom, mikor hogy az történt a műsor? Na látod, ez fogós kérdés. Régen. De nem, ez nem a műsorról szól, hanem ez a televízió nézési szokásainkról szól, nem nézünk tévét. Tulajdonképpen egy ideig néztük hírműsorokat. Tehát, hogy nincs tévé otthon? Van tévé otthon, mert a rajzfilm csatornák közül a, mondjuk úgy, hogy elviselhetőbbeket néha a gyerekeknek, pontosabban az Ivánnak mutatjuk Léda, még nem érdeklődik, hál' Istennek, de igazából nem találunk nagyon néznivalót. Ezért aztán filmeket nézünk, ha nézünk, és azt pedig nézzük DVD-ről. Egy ideig persze néztük a híreket, de most már a hírekhez könnyebb és jobb, és hogy úgy mondjam, komfortosabb hozzájutni az internet segítségével. Tévés akartál lenni? Soha nem volt szándékom, nem. Egyetlen hogy ok miatt, kerültél egyetlen ilyen ok szakra, miatt, egy ilyen egyetemen? Volt ez a kék könyv, tudod, amit a gimnázium utolsó osztályba át kellett mindig lapozni a gyerekeknek, hogy hol akarnak tovább tanulni, és volt egy izgalmasnak tűnő szak, ahol nem volt tantárgyi követelmény. Csak az volt, hogy hát akkor majd megnézzük, hogy mi mindenre képes. És bár tehát büfészaknak nézted és beiratkoztál. Hát úgy az eredményességét tekintve ugye azt mondták, hogy kommunikációs, televíziós, szereplés, nem emlékszem hajszál, pontosan talán televíziós publicisztika volt eredetileg a neve, csak aztán nem is értettem, de nem volt minden esetre történelem, vagy egyéb ilyen típusú felvételi. És aztán én még az első héten is azt hittem, amikor már felvettek, hogy filmrendezők leszünk. És akkor mondták, nem lesznek filmrendezők, képernyőseket szeretnénk belőletek nevelni. Úgyhogy jött, de nem volt ellene semmi kifogásom utána. És nem hiányzik azóta sem? Szerintem ez nagyon... Sok év telik el lassan. Az embernek mindig attól függ, hogy mit gondol a múltjáról, szerintem, hogy a jelenem ilyen. És az én jelenem nagyon kielégítő. Kielégítő, mert olyasmivel foglalkozom, amit nagyon élvezek.
Magyarországon is külföldön egyaránt. Sokat utazom, izgalmas emberekkel találkozom, Kazaksztántól Lengyelországig. Mit csinálsz te Kazaksztánban? Kommunikációs tréninget tartok. Elmesélem később. Kazahul, oroszul vagy angolul? Angolul természetesen, egy fejlődő ország, hihetetlenül ambiciózus emberekkel, akik egyébként multinacionális vállalatoknak dolgoznak például, és az egyik ilyen multinacionális vállalat kazak munkatársainak is tartottunk tréninget. De a lényeg az, hogy jól érzem magam a bőrömben egyik oldalról. Másik oldalról pedig hát a népszerűséget most otthon keresem, amint arról már beszélgettünk. Tehát jó érzés, hogy a gyerekeim között népszerű vagyok. Mindig azt mondja a feleségem, hogy te mennyire apásak ezek a gyerekek, és jön, és ez igaz. Hál' de ez sem. Azon is múlik, hogy mennyit vagy otthon. Persze, tehát, vagy azért apásak, mert nem látnak, és végre itthon van apa, vagy azért apásak, mert emlékeznek rá, hogy miket játszottatok. Én szerintem egy idő után, ha nem látnak, akkor már nem úgy lesznek apásak. Tehát szerintem ennek ahhoz van köze, hogy mennyit energiát és időt fektetsz bele, és én miközben persze szeretném a munkámat úgy végezni, hogy az sikeres legyen, azaz arra is kell időt fordítani. Fontos, hogy a gyerekeimmel és a családommal sokat legyen. Megkérdeztünk olyan volt kollégáidat, akik még emlékeznek arra, hogy milyen voltál akkor, amikor még nem azt csináltad, amit most csinálsz. András engem a kormányszóvivői munkára készített föl, ugye korábban ő volt a kormányszóvivő, úgyhogy a legjobbtól tanulhattam, a legnagyobb tapasztalattal bíró volt ezen a téren. Nagyon jó tanár volt, nem volt szigorú tanár, azt hozzá kell tennem. Ugye sok órát dolgoztunk együtt, amíg felkészített, így óhatatlanul is, nyilvánvalóan emberileg is egy picit megismertem. Akkor volt nagyon pici a kisfia, tehát neki nagyon új élmény volt az apaság, és hát legtöbbet azt hiszem, hogy erről mesélt, meg képeket mutatott, úgyhogy ő ráadásul nem csak egy volt kormányszóvivőt ismertem meg, hanem egy apaként egy teljesen más embert. Ő is tanulta akkor ezt a szerepet, és én meg ezt végig kísérhettem, hogy hogy éli meg. Vitrai Tamás egyik legjobb osztályába járt, Mars Janikó, Holló Márti, Kolosi, ő így állt össze a csapat, és gyakorlaton voltak a kriminálisban nálam. Amire emlékszem, halkszavú, csendes, nagyon nyugodt fiú, nem lehetett kihozni a sodrából, és mindig egy barna, agyongyűrt aktatáskával járt, és utána azt láttam, hogy szenved abba a, nem emlékszem, a Focus Plus volt, vagy mi, egy ilyen bulvárszerű híradó, és szenvedett benne, de javítson ki, hogyha nem így történt. Muszáj két dolgot kijavítanom, az egyik, hogy ez az osztály, ez nem csak Vitrai Tamás osztálya volt, hanem Horváth Ádám osztálya is, és mindkettejüknek nagyon hálásak vagyunk azért a 4 évért. Másrészt pedig élveztem az RTL klubnál eltöltött 7 évből, 5-öt biztos, az első 5-öt. Az utolsó 2-öt már nem 100%-ig. Talán meguntam. Akkoriban, amikor te elvállaltad a kormányszóvivői munkát, akkor az a hír járt, hogy gyakorlatilag elmenekültél az RTL-ből. Tehát, hogy ott már annyira nem te voltál az, ami ott zajlott, és amit csináltál, hogy gyakorlatilag kapóra jött, és mint én fogalmazunk úgy, Egon, és köszönöm, ez a legtisztességesebb a mai napig, hogy nehezen találtuk már meg a közös hangot az RTL Klub és én, bármilyen furcsán is hangzik ezt a kettőt így egy lapon említeni. Tehát szerették volna, ha olyasmit csinálok, amit én nem szerettem volna, én meg szerettem volna olyasmit csinálni, amit pedig a csatorna nem szerettem volna, hogy csinálok. És miután nem volt közös metszet, ezért az volt a leghelyesebb, hogyha eljövök. Az egy teljesen természetes döntés volt, hogy te egy baloldali kormányszóvivője leszel és lehetsz? Az volt a természetes döntés, amikor felkértek erre a szerepre és én végre a munkára, és végig gondoltam, hogy ezt én tudom-e vállalni, akkor az ember mérlegelt sok mindent, de elsősorban azt mérlegelte, hogy túl azon, hogy ez egy szakmai kihívás, annak az embernek, aki a miniszterelnök, hiszen a kormányszóvivő Magyarországon az elsősorban a miniszterelnök mellé rendelt munkatárs, az alapvetően valott értékeivel egyet tud-e érteni. És én akkor ezzel egyet tudtam érteni. És ma is így gondolod? Hogy ma is egyet értek-e az akkori énemmel? Igen, például. Egyet, igen. Helyes döntés volt, továbbra is ezt tudom mondani, persze. Az jó? Igen. Abszolút. Az jó, mert akkor nyugodtan ezzel a tükörbe, az fontos, hogy 100%-ig így politikai munka után. Az én feladatom kormányszóvivőként az volt, hogy amit a kormány döntött, vagy a miniszterelnök akart, azról én tájékoztatom az újságírókat. Ez volt az én feladatom. Hogy én egyetértettem-e minden döntéssel, vagy nem, az egy sokadlagos kérdés volt. Ez nekem nem volt dolgom. De ez lett volna a következő kérdés, voltak-e emiatt rossz pillanataid? Nyilván voltak olyan döntések, nem fogok persze példákat mondani, meg talán nem is emlékszem mindegyikre, amikor úgy éreztem, hogy ez nem feltétlenül az én ízlésem szerint való.
Ha ezek túlsúlyba kerültek volna, akkor nem vállaltam volna tovább a feladatot, és azt is mondtam volna, hogy ezért nem vállalom tovább a feladatot. Amikor úgy döntöttél, hogy ennek vége, uh-huh. és megalapítottad a rólad elnevezett kommunikációs céget, amit uh-huh. ma már nem így hívsz, mert Daróczi Dávid halálát követően átnevezted a céget. Más az oka. Az egy másik cég volt, több cégünk is volt. Egyetlen ok miatt neveztem át a céget, hogy nem én vagyok egyedül már ennek a cégnek a tulajdonosa, hanem van egy partnerem, aki egy angol ember. Angol színész, nem? Egy angol színész, így van, színészrendező, aki improvizációs színházzal foglalkozik elsősorban, és 4 évvel ezelőtt összeakadtunk egy munka kapcsán. Tulajdonképpen az egyik első, 4,5 éve, az egyik első munkám volt kormányszóvőségem után. Egy cégnek a munkatársait, vezetőit kellett felkészítenünk arra, hogy akkor eladták volna a céget, el akarták adni a céget, akkor a potenciális vevőknek hogyan prezentáljanak, hogyan mutassák be a cégüket. És itt találkoztunk Alexisszel, és elkezdtünk együtt dolgozni. És utána sorra jöttek olyan lehetőségeket, amiket valahogy együtt oldottunk meg, és ma már közös a cégünk. De nagyon jól kiegészítjük volna, hogy amikor okay. te elkezdted ezt a munkát, igen. akkor a megrendelők, a RTL-es Batiszt, a Gyurcsány kormány szóvivőjét, vagy kit kerestek a te személyedben? Mennyire volt meghatározó a baloldali kormányhoz köthetéséged? Dehogy is volt meghatározó a baloldali kormányhoz köthet. Az volt a meghatározó az én szememben, vagy amit én tapasztaltam, hogy olyan embert keresnek, aki nem csak beszél arról, amit szeretne átadni, hanem van benne tapasztalata. Hiszen csinálta. És ez egy viszonylag unikális helyzet volt, hogy én kérdeztem is egy ideig, meg válaszoltam is egy ideig, azaz mind a két oldalát ismertem a kamera előtti szereplésnek, hiszen abban a székben is ültem, amiben te. Éppen ezért ez például médiatréningek tartásánál egy nagyon vonzó alternatíva volt. És aztán kicsit bővült a profilunk, hiszen összeakadtam Alexisszel, hogy arról beszéltem, sokat tanultam, és ma már azt látom, hogy a közösen kialakított módszerünk, amivel dolgozunk, ami alapvetően az improvizációs színház technikáira és a médiából vett elemekre épül, az nagyon működik, nem csak média szerepléseknél, hanem... módszerrel dolgoztok? Hát ma már azt kell mondjam, hogy az, amit... kidolgozott módszerrel? Hát nyilván használtunk hozzá különböző alapokat, én hoztam, amit a médiából tanultam, illetve amit a kormányszóvőségből, Alexisz mindazt, amit a színház világa és az improvizációs színház világa elsősorban jelent, és a kettő összeillesztéséből, és folyamatosan fejlődik, ez egy organikus dolog. Egy tréning mindig változik, és egy hónappal, két hónappal, fél évvel később már picit másképp csináljuk, ahogy fejlesztjük tovább. Múltak az évek, fejlődött a cég, és egy egészen tragikus fordulat által kerültél ismét reflektorfénybe, uh-huh. amiben egy pillanatig tűntél csak fel, és aztán megpróbáltál nagyon gyorsan kikerülni belőle, és eltűnni ebből a dologból. Ugye a barátod és munkatársad és cégtársad Daróczi Dávid halála, ez uh-huh. a téma, ami kapcsán előkerültél. Ott a bulvársajtó megpróbált szétszedni, elemeire szedni a vállalkozásotoktól a pénzügyekig, és az Andrássy úti ingatlantól kezdve ott minden előkerült egy pillanat alatt. Nem gondolkodtál rajta, hogy úgy kéne kiállni, hogy egy füst alatt mindenre válaszolok, tehát mint egy kormányszóvivő kiállok, és azt mondom, na emberek. Csak muszáj egy mondat erejéig, tudom, hogy te is egy jó évvel ezelőtt kerültél olyan helyzetbe, amikor a sajtó valamiért elkezdett cincálni. Ez egy rossz érzés, még akkor is, hogyha az ember ezen, bizonyos értemben ezen szocializálódott. Néhány mondatom van erről a témáról, nagyon tudatosan nem akartam, és nem is akarok erről sokat beszélni. A 2010-es év a mi családunk számára egy óriási örömet hozott, mert megszületett a kislányunk, és egy óriási tragédiát, mert 3 nappal később meghalt Joci, aki sokkal több volt, mint munkatárs és barát, ő családtag volt. Lényegében a testvérem. Az ő elvesztése óriási fájdalom a mai napig, nagyon hiányzott és hiányzik is. Még engem is meglepett, pedig volt tapasztalatom a bulvársajtóval kapcsolatban az, ami ott és akkor az azt követő időszakban történt. Megleptek a nyilatkozatok, emberek szájából meglepett az, amilyen gátlástalanul mindent mindenki leírt. És én akkor egy döntést hoztam nagyon gyorsan, egyszer hajlandó voltam erről beszélni, úgy éreztem, hogy az indokolt, és soha többet. És ezt én a mai napig tartom. Egyetlen rágalomra, vádra sem válaszoltam, és nem is fogok. Mi úgy szeretnénk rá emlékezni, ahogy az életében ismertük, és meg akarjuk őrizni őt a szívünkben, és így is fogunk tenni, ebbe sosem megyünk bele. Te érted őt? Nem. De nem dolgom érteni. Dolgom szeretni. Ma is. Értem. Húzzunk. Legyen.
nyissunk egy számot új fejezetet a beszélgetésben. Számot kell mondanom, ugye? Ott van egy csapat, igen. Még mind megvan, úgyhogy mondj. Kérlek. Négy. A négyes. Nem csak a saját, hanem milliárdos barátai nevében is megköszönte néhány hete az amerikai adórendszer kényeztetését Warren Buffett. A befektető guru kijelentette, hogy szívesen fizetnének több adót. A kezdeményezést Soros György, magyar származású üzletember óriás is támogatta, aki a HVG-nek adott interjújában azt mondta, hogy most az alacsony keresetűek terheit kell csökkenteni, és a jómódúakat kell erőteljesebben adóztatni. Ezen felbuzdulva Nagy-Britannia először adóztatja meg polgárainak svájci bankszámláit, a francia kormány pedig külön adót vetett ki a leggazdagabbakra. Magyarországon is felmerült a gazdagok megadóztatása, de csak ötlet szintjén, nyilatkozta a KDNP-s Pálfi István. A kormány ugyanakkor ragaszkodik a szakértők szerint tarthatatlan, ám szerintük arányos egykulcsos személyi jövedelemadóhoz. Szóvivő úr. Mi a kérdés? Ez egy baloldali program jobboldali kormányoktól, egy KDNP-s magyar politikus csatlakozik a dolog mellé, tehát mintha kicsit felborulnának a szokott rendek, hogyha úgy tetszik, a baloldaliak helyett gazdagok, jobboldaliak, karvajtőkések, ahogy ezt régen mondták, javasolják azt, hogy többet szeretnének ők maguk fizetni. Ez teljesen furcsa, újszerű helyzet. Hát várjuk meg, amíg ez megtörténik Magyarországon, és azért hangsúlyozzuk, hogy ez az Egyesült Államokból vett példa. Magyarországon jelentkező még nem volt? Hát ezt mondom, hogy várjuk meg, és akkor érdemes talán ebben az összefüggésben erről beszélni. De ez ha már az adózása... Ez vagy ez egy demagógia? Már mire gondolsz? Hát, hogy most akkor a gazdagoktól vegyünk egy kicsit többet, és milyen jó lesz a világnak. Szerintem adózás szempontból sok más mellett az a legfontosabb kérdés, hogy lehet-e az embereket arra késztetni, hogy akarják azt az adót befizetni, amit kirónak rájuk, bármekkora is legyen az. Tehát ez alapvetően egy morális kérdés. Befizeted-e az adót, vagy nem fizeted be az adót? Erről lehet hosszasan beszélni szerintem, és ebben kellenek az embernek ösztönzők, kellenek jó példák. Azt kell látnia, hogy azok, akik elvárják tőle, hogy adót fizessen, azok maguk is élen járnak az adófizetésben. Megfordítom, addig, amíg nem látjuk azt, hogy az elit, az ország vezetői, a leggazdagabbak, a legbefolyásosabbak előreállnak, és mint a katonatiszt fizetnek, mert tudják, hogy ez nekik kötelességük, és nem akarok most a 19. századig visszamenni, hogy járt el Széchenyi, Isten őriz, talán ez egy más kor volt. Szerintem abban a pillanatban még az is elvárható lenne, hogy az emberek fizessék be, és ebből a szempontból Egon, nem mondom, én nem vagyok gazdasági szakember, majdnem mindegy, hogy egy kulcsos és 16% vagy két kulcsos, ez szerintem nem ez a kulcs kérdése. Nem volt máskor, tehát nagyon fontos, amit mondasz, hogy például, ha nem is az adó oldaláról közelítjük, de a társadalmi szolidaritás oldaláról közelítjük, az, hogy a magyarországi gazdagok, ha jótékonykodnak is, azt is kvázi sumákban teszik, mert mit fognak szólni, és azt fogják mondani, ennek annyi van, hogy így szólja. Egyik oldalról így van, várjál, egyik oldalról így van, másik oldalról meg úgy van, hogyha egy nagyon gazdag ember, akinek sok százmilliárdos a vagyona, egy milliárdot odaad, akkor pedig tehát már úgy ünneplik, mint hogyha odaadta volna egy éves teljes jövedelmét, pedig azért ez messze van. De nem kötelessége, tehát szép dolog tőle, ha megteszi. Szép dolog tőle, ha megteszi, de egyébként szerintem pedig kötelessége. Húzd még egyet, jó? Jó. Legyünk lendületben. Mit javasolsz? Hát, amit akarsz, a kettes? Kettes, legyen a kettes. Szeptember 1-e óta kötelező az önkormányzatoknak külön szobát, asztalt és asztalszolgát biztosítaniuk az új alkotmány olvasásához. Egy a Népszava birtokába került májusi levélből kiderül, az alaptörvény asztalának ötletgazdája nem más volt, mint Kerényi Imre színházigazgató. Elképzelése szerint készülne könyvjelző is, emléktár minőségű, nagy tömegben, Kölcsey kézírásával, és az alaptörvény asztala című társasjáték ismertetésével. Hát a nehéz termékek eladásában rutinod volt kormányszóvivőként, mert volt ott is éppen elég. Ez egy nehéz terméknek számítana? Az alkotmány maga? Aha, nem, ez az alkotmány asztala és az alkotmány asztala. Ezt az egész alkotmány asztalát, ezt nem értem. Ezt nem értem. Talán olyat fogok mondani, amit nem feltétlenül vársz. De most már szerintem túl vagyunk azon, hogy ez az alkotmány ilyen vagy olyan ízlésem szerint való, vagy nem tetszik neked, vagy nem tetszik neked. Ez ennek az országnak az alkotmánya. Az egy helyes kezdeményezés, hogy ezt ismerjék meg az emberek. Szerintem ismernünk kell az alaptörvényt. Már csak azért is, mert ez lesz.
Valószínűleg elég sokáig. Igen, mert jelenleg még nem ez az alkotmány, azért azt is tegyük hozzá. Január esetben. Most ez ebből a szempontból teljesen mindegy. Így van. A lényeg az, hogy ez lesz ennek az országnak az alaptörvénye, és valószínűleg, ha megmérnénk, az emberek jelentős része nem ismeri a mostanit sem, ami most érvényben van, és nem fogja ismerni ezt sem. Aztán, hogy erre helyes megoldás-e, hogy asztal van, és akkor valamilyen nagyon szinte szakrális helyszínt kell ebben elképzelni, ezt nem tudom, mint ahogy nem nagyon látom magam előtt a kígyózó sorokat az önkormányzatok előtt. Ugyanakkor még egyszer mondom, az a szándék, hogy az emberek, főként a fiatalok ismerjék meg azt, hogy miből lehet levezetni mindazt, ami ebben az országban a jogból levezethető, az szerintem fontos. Ugye tréningeket tartasz, kommunikációs szakemberként, tanácsadóként működt. Neked napi szinten van véleményed arról, hogy mondjuk a mai magyar kormány, az Orbán kormány kommunikál, vagy annyira nem is figyeled? Nézd, hál' Istennek, és ezt meg kell nyomnom, hál' Istennek nem politikai kommunikációval foglalkozom. Üzleti meg kommunikációval. Sem kísérted, üzleti kommunikáció. Hát a Betty mesélte egy pár perccel ezelőtt itt az adásban, hogy neki segítettem például a kormány szóvivői felkészítéshez, tehát volt az elején ilyesmiben is részem. De ma 100%-ig üzleti kommunikációval foglalkozunk. És ez egy nagyon érdekes terület. Már csak abból a szempontból is, mert az egész világban van valami, amit úgy hívnak, hogy bizalmatlanság. Bizalmatlanság a válság miatt, egymással szemben, sokok miatt. És amiben ez érdekes, és amiben tudunk segíteni, hogy hogyan lehet bizalmat építeni a kommunikáció segítségével. És ez ma felértékelődik, mert elfogy a pénz, kevesebb megbízás érkezik különböző cégeknek, versenyezni kell a munkáért, ott vannak a vetélytársak, legyenek azok a legnagyobb multik, van néhány, akik ugyanazzal foglalkoznak, ugyanaz a termékük nagyjából, ugyanazon az áron adják. Mi lesz a megkülönböztető jegy? Az, hogy ki tud a leggyorsabban bizalmat kialakítani, bizalmat építeni, bizalmat ébreszteni a másik félben. És ez sok esetben 100%-ban kommunikáció múlik. El is kezdted a tréninget, de most hagyjuk is abba. Köszönöm szépen. Tévézni fogsz még valaha? Hát soha nem mondtad soha. Talán még nem is kezdődött el a műsor, amikor erről beszélgettünk, vagy más apropón. Ki tudja, lehet. Az az érzésem, ha fogok, akkor már nem azért fogok, mert egy műsort fogok vezetni, hanem talán azért, mert egy műsorban másról fogok beszélni. Tehát ezt nem a hogyan, neked, hanem a mi. Hogy azért csinálj műsort, mert kedved van hozzá, és nem azért, mert legyen azt így. Kell. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk, és sok sikert az új pályára. Köszönöm szépen.